Február 24-ig, azaz jövő hét péntekig hosszabbították meg a felsőoktatási felvételi jelentkezés határidejét. Azaz a fiataloknak még 10 napjuk van döntést hozni. Ahány város, ahány nagy egyetem, ahány főiskola van, mindenki próbálja magát valahol elhelyezni ebbe a képbe, és hát a fiatalokat is kérdezik, ők is eléggé eltérő válaszokat adnak. Egyet talán ki lehet sejteni, hogy vannak azok a képzőhelyek, amelyek viszonylag olcsón és kevés pénzért tudnak diplomát adni, és rövid időn belül, tehát ez már egy érdeklődési fókuszpont. A másik pedig az, hogy hát előttem a nagyvilág, és minden áldozatot meg kell azért tenni, tehát vannak, akik nagy ívet húznak, és vannak, akik apró lépéssel akarnak előre haladni. Én remélem, hogy a mi főiskolánk az apró lépések útján tud maga mögött majd elég embert, érdeklődőt találni. A következő tanévre a karon olyan képzéseket hirdettek meg, amelyekre a helyi munkaerőpiac szempontjából is szükség lehet. Többek között ilyen a tanító, óvodapedagógus, intézményi kommunikátor vagy webprogramozó. Bízunk benne, hogy egyébként a kínálatunkban ezeket mindenki fel tudja fedezni és meg tudja tekinteni, hiszen a felvételi erről szól, egészen odáig, hogy ugye alkalmassági felvételi van, ami a mi területünkön egy külön mérés jelent, és erre előkészítő tanfolyamot is fogunk szervezni, ugyanúgy, mint hogy idegen nyelvű is ugyanezt készítjük elő, hogy idegen nyelvből is lehessen majd nyelvvizsgázni, hiszen ne felejtsük el, hogy belső nyelvvizsgáztatási rendszer fog megindulni a felsőoktatásban, tehát mindazok, akik korábban nyelvvizsgapapír, diploma kiadás kapcsán ilyen gondokkal küzdöttek, azoknak valószínűleg megoldást tudunk nyújtani. A következő tanévtől új szakot is indítanak a Sárospataki Főiskolán. Ez a csecsemőgondozó képzés. Reményeink szerint erre megkapjuk a papírt, megkapjuk azokat a dokumentációkat, ami alapján meg tudjuk tenni, és innentől kezdve a három szakkal tud a intézményi működni, és természetesen mindenfajta egyéb szakképzéseket tekintve, amelyek között azért vannak újdonságok gyakorlati képzése és turisztikára vonatkozóan, illetve ha sikerül, akkor szeretnénk most már újólag Szlovákiában is tanítani, hiszen nagy érdeklődés van egy olyan csoportlétszámra, konkrétan nevekkel, csoportlétszámmal, akik valahol Rimaszombat környékén szerveződnek, hogy a képzési színhelyünk indulásképpen Patak, ez természetesen adódik, de ez nem zárja ki azt, hogy a jövőben, Külhonban, akár Királyhelmeszen ott is szerveződik ilyen csoport, tehát több helyszínen tudjunk újra tanítani, mint hogy szeretnénk Kárpátalja más területén, akár Beregszászon is megjelenni. Erre már évekkel ezelőtt volt példa, hiszen Kassa központtal már volt megszervezett képzés Szlovákiában.